Kedves testvérek, folytatjuk közös nagyböti készületünket, és ebben a nagybőjtben az életünk döntéseire irányítjuk a figyelmünket. A húsvét fényében, illetve a nagybőjtnek a lelkületében, amikor igenis bűnbánatot akarunk tartani, és meg akarjuk vizsgálni saját döntéseinket is, életünk döntéseit. Ebben a sorban már volt szó az élet melletti döntésről, saját életem melletti döntésről, Jézus Krisztusról, és volt szó arról a döntésről, amit meg kell hoznunk, ami amellett az élet mellett szól, ami a halálon át vezet az örök életre. Jézus tárta fel ezt nekünk. A mai alkalommal pedig egy másik nagyon fontos döntésről szeretnék beszélni, a megtérés és a húsvét fényében, ez pedig döntés az egyházam mellett. A döntéseink a keresztségünkből fakadnak. A keresztség már döntés. Döntöttem Jézus Krisztus mellett, és döntöttem mindazok mellett, akik ismerik Krisztust. Az egyház melletti döntés azonban tűnhet furcsának, különösen egy nagybőjti készület idején. Miért? Mert első hallásra nem biztos, hogy fontosnak tűnik. Miért kellene az egyház mellett döntenem, amikor az egyház tagja vagyok? Vagy mi köze a lelkiéletemhez annak, hogy hogyan gondolkodom az egyházról? Vagy miben áll dönteni az egyház mellett? Az egyház gyermeke vagyok. Vasárnap részt veszek a szentmisén, imádkozom. Akkor most döntöttem, vagy nem döntöttem? Mi mellett és miben kellene dönteni? Ez is lehet egy kérdés. Dönteni az egyház mellett, a múltja mellett, a kiterjedtsége mellett, intézményei mellett, vagy éppen egy-egy közösség mellett. És azt is látjuk, hogy az egyházban is, főleg az intézményi megjelenési formájában sok változás van. 200 évvel ezelőtti hívek is találkoztak az egyház egy formájával, mi egy másikkal, de lényegileg ugyanazzal az egyházzal. Akkor most a döntés mire irányuljon? Valójában az egyház melletti döntést, ha össze akarnám foglalni, hogy miért fontos, akkor azt mondanám, dönteni kell azok mellett, akik Krisztus mellett döntöttek. Ez egy szentségi valóság, az egyház, és egy konkrét valóság, mert mi konkrét emberek alkotjuk. Isten országáról, egyházról azt is állítjuk, hogy Isten országa, és azt is szeretnénk megélni, hogy tényleg az az egyház, amit most megélünk, amelynek tagjai vagyunk, ez tényleg az Isten országát képviseli. Vagy még inkább leegyszerűsítve ezt a kérdést, nagybőjtben, húsvétra készülve, talán úgy kellene föltennem, hogy bízom-e az egyházamban? Feltétel nélkül, és még a másik kérdés, szeretem-e az egyházat? Azt az egyházat, amelyben élek. Természetes, hogy ebben a folyamatban, amikor a döntésünket vizsgáljuk, az egyház melletti döntésünket, akkor nagyon nagy jelentősége van mindannyiunknak, annak a tapasztalatnak, amelyet megtapasztaltunk az egyházról, és ez elvitathatatlan. Hol nőttem fel, hol testesültem bele az egyházba, hol kereszteltek, hol neveltek, hol kaptam a keresztény nevelést, kik voltak a példaképeim, kik voltak a közösségi társaim, kik voltak a lelkipásztorok, szüleim vallásossága. Tehát rengeteg olyan elvitathatatlan tapasztalat van, amit értékelni kell kinek-kinek önmagában, és ez igaz, ez nem megkérdőjelezhető. És ennek nagyon nagy jelentősége van. Mégis azt kell mondani, hogy valójában az egyház lényege a keresztségben fogalmazható meg. Krisztus akarta, Krisztus hozta létre, és mi a keresztség által leszünk tagjai ennek. A
keresztségben Krisztus testének, misztikus testének vagyunk a tagjai. Ezt ember nem akarhatja, ezt ember nem tudja megteremteni, de megkapjuk ajándékul Jézus Krisztustól. És mi ennek a közösségnek vagyunk a tagjai. Az egyház lényegét a keresztségben látjuk, és abban, hogy azok közössége, akik Krisztushoz tartoznak, akik Krisztust ismerik, Krisztust követik, közösségre lépnek vele. És nagyon fontos, közösségre lépnek azokkal, akikkel ő közösségben van. És ez rögtön éppen a keresztséggel összefüggésben fölvet egy másik nagyon fontos tapasztalatot, hogy mi, az egyház tagjai, nagyon jó, ha ismerjük egymást. Nagyon jó, ha emberi kapcsolataink vannak magunk között. Nyilván ez egy nagy közösségben kevésbé elvárható. Kisebb közösségben ez elvárható. De mégsem pusztán az emberi ismertség, ismeretség, vagy éppen szimpátia alapján alkotunk közösséget, hanem azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve. És ez nem kevesebb, ez nem elmos valamit, hanem fölemeli az emberi kapcsolatainkat, fölemeli a viszonyainkat, fölemeli a tapasztalatainkat az Istennek a világába. Másként tudok tekinteni a testvéremre, mégpedig úgy, hogy testvérem nem egy valaki, akit ismerek, nem egy valaki, akit már láttam, hanem testvérem a keresztségben. Krisztus misztikus testének a tagja. Ez óriási méltóság, óriási ajándék, és ez a mi kapcsolatunknak az alapja, hogy ismerjük Krisztust, és hozzá kapcsolódtunk. És a testvérem valóban testvérem. Ezért azt is lehet mondani, hogy az egyház az kapcsolat, kapcsolat az Istennel, a testvéreimmel és a teremtett világgal. Hiszen ezt a világot az Isten adta nekünk. Ez is sóvárogva várja az újjáteremtést, mint ahogy a mi is. Azt is jelenti az egyház számunkra, hogy az egyházra úgy tekintek, mint megtért emberek közösségére. Nagyon fontos viszonyítási pont ez. Megtért ember. Az azt jelenti, hogy olyan ember, aki esetleg korábban, máskor, vagy életének egy bizonyos szakaszában nem feltétlenül kötötte az életét Krisztushoz, vagy nem ismerte föl teljesen. De amikor felismerte, akkor döntött mellette. Ezért az egyház szentsége az mindig az Istentől van, még akkor is, hogyha mi magunk ennek az emberi arcát mutatjuk meg. És milyen jó, hogy úgy tudunk tekinteni egymásra, akár itt most Nagybőjtben, vagy ahogy kezdtük hamvazó szerdán, hogy magunkra öltöttük a hamuval a keresztjelét, vállalva azt, hogy a megtérés útján vagyok. Milyen jó, hogy a szentmise elején nem szégyeljük kimondani, megvallani, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, és ő megbocsát nekünk. Megtérő emberek közössége, akik Krisztusba kapaszkodunk, akik úgy tekintünk magunkra, mint akik döntöttünk Krisztus mellett, de napról napra dönteni akarunk az ő tanítása mellett. Meg akarunk maradni az ő tanításában, ahogyan a mai evangélium ezt mondta. De van egy másik üzenete is ennek, hogy bízom a testvéremben, ő is úton van, ő is a megtérés útján van, sőt, nem egymás mellett elhaladva éljük ezt meg, hanem egymás segítve. Ez a Nagybőjtnek a nagy üzenete mindannyiunk számára. Amikor azt keressük, hogy mit jelent Krisztus módjára dönteni az egyház mellett, akkor tulajdonképpen azt keressük, hogy hogyan ismerem fel az egyházat. Mi számomra az egyház, mert ami az egyház, az kell legyen az életemnek is a jellemzője, mint az egyház tagjának. És ebben mutatkozik meg az életemnek a döntése. Nagyon sokféle módon lehetne megközelíteni, hogy hogyan tekintünk az egyházra. Megközelíthetjük úgy, ahogyan a hitvallásban mondjuk.
hiszem az egy szent kapostol, a katolikus apostoli anyaszentegyházat. Ezeket ugye az imádságon elmondjuk. Óriási jelentősége van. És itt már megmutatkozik a döntés. Hiszem az egyet. Tényleg az egységet szolgálom? Tényleg döntök az egyetlen mellett? Tényleg elhiszem, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen üdvözítője, az enyém is, és mindenki más Krisztus miatt tud üdvözülni? Vagy esetleg félelem, vagy esetleges nem helyes gondolkodás is megmutatkozik, ami az egységet sérti? Vagy amikor nem az egységet szolgálom az egyházban, akkor az egyház egyetlensége mellett döntök? Nyilván nem. Miért fontos nekünk az igazságban és a szeretetben az egység mellett dönteni? Mert ez az egyháznak a lényege. Tehát minden békétlenség, minden széthúzás az nem csak a személyek közötti viszonyt nehezíti meg, hanem az egyháznak a valóságát is. Ugyanígy, amikor a szentségről gondolkodunk. Hiszem-e azt, hogy az egyház szent? Nem mindig könnyű elfogadni. Mert nagyon sokszor az egyházból mit látunk? Intézményt látunk, embereket látunk, feladatot látunk, problémát látunk, vagy éppen olyan nehézséget, amiről úgy tűnik, hogy nem tudom megoldani. Sokszor még az is kérdés lehet, tényleg akarok én ide tartozni? Nem jobb nekem otthon maradni, imádkozni? Közvetlenül az Istennel kapcsolatba kerülni? Nagyon megkísértő gondolat ez, és nézzük magunkat a Covid-járvány után. Hány és hány esetben, nem ítélkezve, de talán mégis a kényelem vagy a megszokottság alapján távol tartom magam az egyház közösségétől, konkrét emberektől, de ezzel mit is megkérdőjelezek? Az egyház szent voltát. És nyilván nem a betegségről beszélek, és nem arról, amikor valaki erre képtelen, hanem amikor kényelmi döntésből hozom meg ezt a döntést. Vagy amikor az ünnepet nem jól tartom meg. Az egyház szentségét kérdőjelezem meg. Őszintén valljuk, hisszük a katolikus egyházat, az egyetemes egyházat. Az egyház, amely által az üdvösség szétárad a világban. De hiszem azt is, hogy az egyház egy olyan egyetemes kultúrát is teremt, ami az ember számára jó, ember számára otthonos, az embert segíti embernek lenni, az embert segíti méltóságában. Az egyház történelmét, ha nézzük, ezt látjuk, ezt szolgálja az egyház. A katolikusságot, az egyetemességet, ahol nincs oly módon való elkülönülés, ami Istenben való elkülönülést jelentene. És hisszük, hogy olyan kultúrát is teremt, ami segít a hitre jutni. Tehát amikor döntök például a katolikus kultúra mellett, csak egyet emelek ki, akkor az egyház katolikussága mellett is döntök. Amikor értékelem másik embernek az értékeit, az ajándékait, és felfedezem, hogy milyen jó, hogy nem vagyunk egyformák mindenben az egyházban, és nem is kell, akkor valójában annak örülök, hogy de jó, hogy a másik ember más értéket tud megmutatni. Más kultúrában felnövekvő keresztény közösségek ugyanazt a keresztény kultúrát más megjelenési formával mutatják meg. Milyen sokszínű, milyen gazdag. És mindegyik a lelket emeli az Istenhez. Amikor kizárólagosan beszélek, gondolkodom egy-egy kulturális megjelenésről, akkor éppen az egyház ellen döntök. Ugyanígy az apostoliságra is, ha gondolok, testvérek. Az egyház lényegéből fakadóan apostoli, küldött. Az apostolokra épül, visszavezethető Jézus Krisztusra, de küldetése van az adott kor emberei számára, mire? Az irgalom hirdetésére, az evangélium hirdetésére, és Jézus Krisztus megváltói személyének a hirdetésére. Ennek mi részesei vagyunk. Amikor ezt örömmel teszem,
a beszélgetéseimben a családtagok között, vagy az ismerősök között, akkor igenis apostol vagyok. És amikor a félelem miatt, vagy bátortalanság miatt nem játszik ez az öröm rajtam, vagy nem tudok kezdeményező lenni, akkor bizony nem az apostoliság mellett döntöttem. És ez nem valami szűkös gondolkodás ezekhez a karakterekhez való ragaszkodás, hanem éppen egy gazdagság. És ugyanígy gondolatunk arra is, testvérek, hogy az egyháznak ez a szentsége, ez rajtunk keresztül mutatkozik meg. Amikor én törekszem az életszentségre, akkor az egyháznak egy picin darabja törekszik az életszentségre. Éppen ezért, amikor nem az vagyok, aki lehetnék, a bűneim miatt, a félelmeim miatt, vagy mert nem merek elmenni a gyóntatószékbe és letenni a bűneimet, bármi oknál fogva, nem az vagyok, aki lehetnék. És ez igenis érinti az egyháznak a szentségét. Lehetne azt mondani, hogy meglopom az egyházat, mert én a szentségre kaptam meghívást. Vagy amikor a hírnök mi voltomban gyengülök meg. Amikor talán fájdalomból, vagy rossz szokásból, a negatív módon közelítem meg az életet, a kapcsolatot, a világot. Jézus Krisztus föltámadása egy gyökeres változást hozott, mégpedig azt, hogy pozitívan nézzem a világot, nem emberi szempontból csupán, hanem hogyan? A feltámadásnak az erejéből. Tehát amikor a kritikával, amikor a pesszimista gondolkodással kezdek hozzá egy ügyhöz, akkor nem az egyház mellett döntök. Ugyanígy, amikor az egyháznak kiemelkedik a zarándok mi volta. Az egyház úton van, a történelemben is, az üdvösség útján is, és mi bizony zarándokok vagyunk. Figyelünk egymásra, testvérei vagyunk egymásnak, társai vagyunk egymásnak. Nem engedjük el egymás kezét a zarándok úton, mert van, amikor valaki gyorsabb, másik lemarad, fordítva. Felelősek vagyunk egymásért. Amikor a testvérem mellett döntök, együtt haladunk a zarándok úton, akkor igenis az egyház mellett döntök. Éppen ezért úgy tekintek az egyházamra, és úgy akarok dönteni az egyházam mellett, mint akitől az életemet kaptam, aki az életre szül, a keresztségben ezt éljük meg, aki igéjével tanít, táplál, az élet igéjével. Honnan akarjunk venni erőt, honnan akarjunk venni eligazodást, hanem az egyháztól, és az ő tanításától. Az egyház közösségre teremt, és közösséget teremt bennünk és közöttünk. És ez, mint ahogy mondtam, messze meghaladja azt, hogy mi emberi szempontból könnyen tudunk kapcsolatot teremteni egymással, vagy sem. Hanem ez a keresztségben, testvériségben való közösség. Amikor túllépek emberi korlátokon, akkor igenis az egyház mellett döntök. Szentségeivel éltet, és az örök életet táplálja bennem. Amikor élek az egyház szentségeivel, akkor igenis döntök mellette, és döntök az élet mellett. Egyházunk szolgálni is tanít bennünket. Jézusnak a szavai bennünket is érintenek. A példabeszéd, ami az utolsó ítéletről szól, nekem tettétek, vagy nekem nem tettétek. Szolgálni tanít. Amikor szolgálok rászoruló testvérem mellett, vagy testvéremért, akkor igenis az egyház mellett döntök. És az egyház élteti bennünk a reményt, és ébren tartja ezt. Azt a reményt, ami az üdvösségre szól. Nem reménykedünk, nem percnyi távlatokat akarunk tovább vinni, hanem az örök életben bízunk és reménykedünk. És van még egy gondolat, amit szeretnék az egyház melletti döntés kapcsán lelki életünk számára is kiemelni, ez pedig talán napjainkban nagyon-nagyon szükséges és fontos is, vagyis feltétel nélkül akarjak bízni az egyházamban.
bízni. A bizalom egy óriási ajándék. A bizalom az persze hordoz kockázatot, de a bizalom az mindig egy személyre irányul. Bízom az Istenben, aki az egyházat alkotta, létrehozta, szentségben élteti, aki éltetni akar általa. Persze, hogy nagyon sok változás van, társadalmi, kulturális, akár ideológiai is. Nagyon sok kérdés merül fel, akár csak egyházmegyénkben is, a pasztorális ellátottságot illetően. Sok hívő joggal szeretné, hogy lenne saját közvetlen, ott élő lelkipásztora. És nincs. Ez is bizalmatlanságot eredményezhet. De mi bízni akarunk az Istenben, hogy ő így is tud tanításával, szentségeivel táplálni, és a közösség által. Mi bízunk az Istenben miért? Mert ismerjük őt, mert Jézus megismertette, mert ő jó, mert szeret bennünket, mert megvált, mert eltörli bűneinket, mert éltet. Bízunk az Istenben az ő ígérete miatt, ami az egyházban jelenik meg. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Nem kell félnünk, küzdenünk, igen. Bízunk az egyházban, mert meg akarjuk tartani Jézus parancsait. És természetesen az egyház útmutatása szerint akarjuk a szeretet cselekedeteit gyakorolni. Ez is a bizalomnak a jele. Mert Jézus mondja, Jézus kéri, megteszem. Lehet, hogy nincs benne gyakorlatom, lehet, hogy kudarc élményeim is vannak, lehet, hogy megbántottak általa, de mégis akarom tenni. És nagyon fontosnak gondolom, és ez is az egyház melletti döntést is jelenti, amikor bízunk egymásban, amikor a jót feltételezzük, a püspök a papjai felé, a szerzetesek felé, a hívek felé is fordítva, hívek egymás között, hívek és a világ kapcsolatában is ez a bizalom jelenjen meg. Ez döntés. Ez mindig döntés az egyház mellett. Szükségesnek tartom a bizalomnak az erősítését, ez pedig csak úgy lehet, hogyha erőnek erejével bátran megteszem, amit az egyház kér tőlem. Testvérek, életünk döntéseit vizsgáljuk a mai elmélkedésben, az egyház melletti döntést. Igen, dönteni akarok az egyházam mellett, mert szeretem az egyházamat, mert az életemet jelenti, bízni akarok az egyházamban, hiszek benne és hiszek az egyházamnak, és akarok küzdeni az egyházért. Mert az egyház hordozza az életnek, az Isten életnek a kultúráját. Számomra is. Befejezésül hadd olvassam fel Szent Ágostonnak egy rövid gondolatát. Az isteni hatalom nem Krisztuson keresztül mutatja meg magát, akit nem látunk, hanem az élő egyházban, amely szemünk előtt van. Ha tehát látjuk a testet, hiszünk a főben is. Ez a mi bizalmunknak az alapja. A Krisztus, akiértünk adta az életét, aki megajándékozott bennünket az egyházával, és azzal, hogy mi ennek az egyháznak élő eleven tagjai lehetünk, és dönthetünk mellette újból.